A második asztali tenisz bajnokok ligája évadját kezdte meg a székelyudvarhelyi ISK Szak. Bár az első játéknapon a székelyföldi gárda kikapott az Európa Kupa győztes olasz csapattól, nincs oka szégyenkezésre. Második alkalommal ad otthon Székelyudvarhely az asztali tenisz bajnokok ligája egyik selejtező csoportja mérkőzéseinek. Szerdától a sportág elitje állt az asztal mellé, a német TTC Neu-Ulm egy olyan hármassal érkezett a székelyföldi mérkőzésre, akik a világranglistán benne vannak az első tízben. A házigazda a székelyudvarhelyi ISK Szak az olasz Apuánia Carrara ellen kezdett. A második számú kupakiírás címvédője ellen jól indított György Szilárd hozta az első pontot. Hogy mire számíthatunk. Az ellenfeleket ismertük, ugye, tehát néztük, hogy ők hogy játszanak, és próbáltunk mindent megtenni ahhoz, hogy amikor itt élőbe az élő meccset játszhatjuk, akkor minél jobb meccseket csináljunk, és nyerjünk meg egy-két meccset. A további találkozókat azonban az olasz csapat nyerte, ám a Tamás Szabolcs és Andrea Puppo közötti meccs például hosszabbításban dőlt el. Nehéz volt. A második favorit ez az olasz csapat a csoportkörben. Szerettünk volna csodát elérni, hogy megverjük őket. Losszónak is a kezébe volt, mert 2-1-re vezetett szettekbe. Nekem is a kezembe volt, hogyha megnyerjük a negyedik szetteket, alakulhatott volna másképp is. A mai mérkőzések délután kezdődtek. A Székelyudvarhelyi Sportklub játékosai késő délután állhattak az asztal mellé, a mérkőzések pedig híradónkkal egy időben is zajlanak még.